Bonyhádra látogatott a jubileumát ünneplő Nemzetközi Magyar Fotószalon 2022-es alkotói kiállítása. A Magyar Fotoművészek Világszövetsége minden évben szervez egy fotószalont. Ez a 22. fotószalon, jubileumi szalonunk ez, mert 20 éves ebben az évben 20 éves a Magyar Fotoművészek Világszövetsége, és annak a szalonnak a díjazott és válogatott képei a Pannon régió fotósaira kihegyezve. A fotószalont öt különböző témában hirdettük meg. Van egy általános kategória, ahová minden képet be lehet küldeni, tehát azok nem tematizált képek. Van egy évfordulóhoz kötött kategória minden évben, ebben az évben Petőfi Sándor ugye születésének 200. évfordulója jövő január 1-én. Idén azt dolgoztuk föl egy témában. Van egy magyar vonatkozású kategória. Idén a Miért jó magyarnak lenni, az a cím ennek a kategóriának. Van egy természetfotó kategória, Kárpát-medence tájai, és van egy archaikus kategória, ami a régi technikával dolgozunk fel most készült képeket. A kiállításon egy a térségben jól ismert alkotó képei is feltűnnek. Nagy örömömre szolgál az, hogy Bonyhádra is végre elhozhattuk egyszer a Magyar Fotoművészek Világszövetségének a kiállítását. Én most már negyedik éve, illetve már ötödik éve tagja vagyok az Egyesületnek vagy a Szövetségnek, és több helyszínen már voltam kiállításon, mivel érintett is voltam a pályázatok révén, és bíztam benne, hogy egyszer ide tudunk hozni egy tárlatot, és most lehetőség volt mindkét oldalról. Szinte mindegyik kategóriában pályáztam, és két kategóriában egy-egy képem bejutott, egyet az elfogadott, egyet pedig egy oklevéllel díjazott képként itt most falra kerülhetett. Az egyik felvétel egy utazásunk során készült, és egy kővilág az a címe, tehát egy olyan szép helyszín volt, ami egyszerűen elvarázsolt, és úgy gondoltam, hogy ezt eleve fekete-fehérben kell a fények és a kő miatt fotózni, és úgy látszik, hogy ez a zsűrinek is tetszett. A másik felvételt pedig itt készítettem a helyszínen, a Bonyhádi Művelődési Központban, hiszen Turek Miklós színész már visszajár ide, és rendszeresen irodalmi műsorokkal szórakoztatja itt a közönséget, és az egyik ilyen előadásán készítettem egy felvételt róla, és a Petőfi jubileumos kategóriába ezt adtam be. Előtte vele egyeztettem, hogy hozzájárul-e, és természetesen nagy örömmel hozzájárult. A jelen kiállításon jó magam vagyok Bonyhádi érintett, egyelőre a szövetségben sincs más Bonyhádi tag, viszont a megyéből többen is vannak, akár tiszteletbeli, akár rendes tagok, és a Pannon régió, ugye itt a környező megyékkel még többen vagyunk, és ha így nézzük, akkor van már kaposvári, komlói kiállító is, tehát azért a régióból többen megtalálható képpel. A szervezet a magyarországi és a határon túl élő magyar fotósoknak a szövetsége érdekképviselete. A szervezet az 26 fővel alakult 2002-ben, jelenleg 182 fő a tagságunk, neves fotóművészek, nagyon odafigyelünk arra, ugyan szeretnénk, hogyha minél többen lennénk, de azért odafigyelünk arra is, hogy azt a színvonalat, azokat az eredményeket, amiket idáig elértünk, azokat az újonnan felvett tagjaink tovább vigyék, sőt erősítsék a szövetséget. És 8 országban vannak tagjaink, természetesen nagyon sokan a Kárpát-medencébe, de az Egyesült Államokból, Franciaországban, Svédországban, Angliában is vannak tagjaink. Célunk az, hogy azokat a fotósokat, egyrészt egy szakmai műhelyt, segítséget nyújtsunk a fotósainknak, másrészt pedig szeretnénk a magyar identitás őrzése, ápolása, hiszen azt hiszem, hogy az a mi feladatunk elsősorban, hogy ezt feldolgozzuk, megőrizzük a hagyományőrzést, a néprajzot, a népviseletet, az építészetet, stb. Digitálisan küldjük be a képeket, feldolgozzuk a képeket, minden évben 3 neves zsűri bírálja el, ebből alakul ki egy sorrend, és ezeket a képeket utána van egy díjkiosztó kiállítás megnyitó Budapesten, és utána a képek elindulnak vándorkiállítás formában, úgyhogy egy év alatt
18 nagyobb városba, településen van Kárpát-medencében, a Felvidéktől kezdve erdélyi városokba, alföldi városokba, Vajdaságba, és most Bonyhádon is először. A tárlatot november 28-áig tekinthetik meg az érdeklődők a bonyhádi Vörösmarty Mihály Művelődési Központban.